Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír október 23-ára. Szaturnusz bolygó, az a sors bolygója. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak sorsdöntő találkozások, döntések és változások. Ezen a napon, tehát október 23-án Szaturnusz bolygó megáll egy pillanatra, utána egy más irány lesz, hiszen előre halad. Szaturnusz bolygó egy kapcsolatban áll egy visszatekintő Uránusz bolygóval. Ez a kapcsolat nem túl jó, itt lesznek azért kihívások, különösen, ha változásokról van szó. Szaturnusz bolygó és Uránusz bolygó mást jelent, mert Szaturnusz bolygó szeretne valamit megőrizni, kell a biztonság, valamit ki akar építeni. Uránusz bolygó az mindig olyan hirtelen jön, nem lehet tudni, hogy mit akar, vannak változások, gyakran egy új irány, ahol nem ismerjük ki magunkat. Tehát más az alap, a hozzáállás, így mondanám. De az az érdekes, hogy Szaturnusz bolygó változtatja az irányt, előre megy, előre mennek az események, kihat a sors utunkra, és Uránusz bolygó visszatekintő, és akkor is, ha a kos jegyében van, ahol mindig van mozgás, az indiai asztrológia szerint, mégis ezzel a visszatekintéssel fékezi az eseményeket. Ez kicsit olyan ellentmondásos, vannak feszültségek is, és most nehéz döntéseket hozni, komoly döntéseket hozni, ami kihat a sorsunkra, a sors utunkra, ahol változások lesznek. De, mint ahogy mondtam, a mai napon 23-án Szaturnusz bolygó megáll egy pillanatra, ami látható itt a képen is, le kellene horgonyozni, és legyünk visszahúzódóak ezen a napon, gondolkozzunk el azon, hogyan tovább, milyen irányba, milyen változások, milyen döntések lesznek, hogy hat ki ez a sors utunkra, és át kell gondolni a dolgokat. Mivel Uránusz bolygó visszatekint, ez jelentheti a múltat is, fékezi az eseményeket, de utal a múltra is, amikor megvannak az emlékek, vagy át kell gondolni jól a dolgokat, ami még a múltunkkal áll összefüggésben. Vénusz bolygó az indiai asztrológia szerint a mérleg jegyében van, tehát a levegő elemében. Mars bolygó az ikrek jegyében szintén a levegő elemében van, tehát a párkapcsolatnál ez segít, hiszen megvan a harmónia, a könnyűség, a beszélgetések, itt jól alakulnak a dolgok. Viszont Vénusz bolygó egy kvinkunx aspektusban áll egy visszatekintő Jupiter bolygóval. Ez a kvinkunx aspektus az előidézi azt, különösen nálunk, hölgyeknél, hiszen Vénuszról van szó, hogy bizonytalanok vagyunk. Különösen, amikor olyan helyzet előtt állunk, amikor vagy egy bírósági ügy van, vagy valami igazságtalanság élt bennünket a múltban. Jupiter bolygó visszatekintő utal a múltra. Itt is át kell gondolni a dolgokat. És hogy áll Vénusz bolygó ehhez? Hiszen nem szabad elfelejtenünk, Vénusz bolygó a mérleg jegyében van, és a mérleg jegye szereti a békét és a harmóniát, de mégis van egy helyzet, ami igazságtalanul ér bennünket. Tehát kell valamit mondani, kell valamit közölni, vagy kell, hogy védjük magunkat. Lehet, hogy 23-a nem az ideális időpont ehhez, hiszen vannak feszültségek, azon kívül Szaturnusz bolygó megáll egy pillanatra, utal ránk is, hogy legyen egy kis szünet.
és utána majd előre mennek a dolgok. Ez lehet külső hatás is. Előfordulhat, hogy érdemes most egy-két napot várni. Ami még fontos, hogy hamarosan lesz ez a nap finsternis. És finsterniseknél mindig kármikus témákról van szó. Mert egy finsternis mindig akkor van, amikor egy új hold vagy egy teli hold a kármikus csomón van. Tehát mindig kármikus témákról van szó. Ezúttal a múltról, hiszen ez az új hold hamarosan eléri a lefele mozgó kármikus csomót, Kétut, és Kétunál mindig a múltról van szó, és az érzelmekről van szó. Az indiai számítás szerint mindez a mérleg jegyében fog történni. Ahol vagy igazságról van szó, vagy igazságtalanságokról, Kétunál a múltról, vagy a szerelmi témákat illeti ez az energia. És ha már az energiáknál vagyunk, akkor megnézzük a dósákat, és ez mutatok egy másik képet. Ajurvéda az tulajdonképpen az életünknek a tudását, a bölcsességét jelenti. A dósák azok energiamezők. Három dósa van az Ajurvédánál: Vata, Pita und Kapha. Ha megtekintem a napi horoszkópot, október 23-án Szaturnusz bolygóig, tehát a személyes bolygóig, akkor meg tudom állapítani azt, hogy a tűz elemében nincs bolygó. Hiányzik. Hiányzik a bátorság, az életerő, a lelkesedés vagy a szenvedélyek. A föld elemében van a hold, Merkur bolygó és Szaturnusz bolygó, tehát kapha energia, ami meg akar valamit tartani, és szükségünk van a biztonság érzetére. A víz elemében van Jupiter bolygó, az kihat a kapha energiára, vagy egy kicsit kihat a Pita energiára is. Pita az a változásokat jelenti, a transformációt. És a levegő elemében van Mars, Vénusz és a Nap, és az a Vata energia jelenti a mozgást. És mivel Mars, Vénusz a férfias és a nőies energia, tehát jelenti a szerelmet, akkor itt látható, hogy a Vata hatása alatt itt a párkapcsolat területén megvan a könnyűség, a levegő eleme, megvan a kommunikáció, a levegő eleme ezt is jelentheti, és lesz mozgás, hiszen Vata az jelenti a mozgást. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!